A benszülött, vagyis autochton szőlőfajták a szerb-magyar pályázat szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bírnak. Az egyik ilyen autochton fajta a kadarka, amely éppen reneszánszát éli a Szabadka-Horgos borvidéken, ennek termesztésével foglalkozik ugyanis dr. Tonkovics Ignác, aki azért dolgozik, hogy a kadarka visszakaphassa régi megbecsülését. Emmer Vinagrádi, egy családi borpince, meg a szőlő, mink akartunk a régi fajtát, hogy amelyik 60%-a volt itten, mink akarunk most visszarevitalizálni a kadárkát, mert gondolunk, hogy a kadárkában van jövője. Sajnos mink úgy gondoltunk, hogy mind ami külföldi, hogy az jobb, és a Szabadka-Horgosi homokon a kadárka majdnem megszűnt. Most igaz, hogy a kadárka egy nagyon nehéz fajta, biztosan, mert nagyon sokat kell köré dolgozni, nagyon érzékeny még mindent, de mink akarunk most a lariahöz segítséggel megpróbálni, megcsinálni egy alapot a Szabadka-Horgosi kadárkának. Mink azok az emberek közé tartozunk, akik úgy gondoljuk, hogy a kadarka igenis egy értékes fajta, és újra telepítettük. Szerbiában azt kell tudni, hogy Szerbiát és Magyarországot is összevetve valójában a legnagyobb terület, ami be van ültetve, és azt vettük észre, hogy egy nagyon értékes fajtáról van szó. Az, hogy értékes fajta, az egy dolog, de viszont nagyon ízletes és nagyon illatos, nagyon jó bort tudunk készíteni a kadarkából. A kadarkával meg lehet találni azt az ízvilágot, vagy zamatvilágot, ami például jellemző a piros bogyójú gyümölcsökre. A kadarka direkt szereti ezt az ilyen nagyon-nagyon leszegényedett homokot, és őnek ez nagyon megfelel. A kadarka az egyik legérzékenyebb fajták közé tartozik a világon. A héja nagyon túlvékony, rohadásra nagyon érzékeny. Lehet mondani, ez egyik legérzékenyebb a világon. Nagyon kell tudni vele bánni úgy a borral, úgy kint a szőlősben.